Sziasztok! Szép estét kívánok! Üdvözlök mindenkit! Kisebb szünet után, hát kisebb-nagyobb szünet után folytatjuk ezt a szuperjátékot, az Elden Ringet. Múlt héten nem volt stream, de ez nem azt jelenti, hogy nem néztem meg egy-két dolgot. Picit olvasgattam. Igyekeztem úgy olvasgatni, hogy ne spoilerezzem el magamnak a játékot. Viszont, hogy egy kicsit képbe kerüljek, hogy mi is történik. Szóval pár dolgot megnéztem, és hát picit így a sidequesteket meg is toltam egy-egy ponton, de nem hiszem, hogy olyan különösebb lemaradás lenne, vagy elmaradás lenne. A lényeg, hogy próbáltam képbe kerülni, meg majd még mutatom, hogy mi történt. Semmi különös egyébként. Jó, úgyhogy innen folytatjuk. Sziasztok, szép estét! Sedit Adrin, nagyon szépen köszönöm a 8 hónapot. Ez igen, 8 hónap, hogy telik az idő. Szia Nevermind, üdvözöllek téged is. Na, úgyhogy akkor... Oké, meg is vagyunk. Na nézzük. Na, szóval itt hagytuk abba, megérkeztünk Nokromba, viszont én elmentem egy kicsit, mert nem tetszett az a armor, ami volt rajtam, úgyhogy szereztem. Ezt, hát, a sztorinak ennek a részben nem teljesen vagyok tisztában, hogy ott fiával mi történt, de majd utána olvasok. Igen, nevermind, de igen, ide kell lenni fog jó armor. Jó, a másik dolog, amit csináltam, hogy szereztem egy ilyet. Csak hogy legyen. Viszont ezt most még nem nagyon tudjuk használni, mert hát nem rossz. Plusz 11. Meg ugye a slash miatt, tehát ugye bleed-es a dolog, tehát van az a build, bleed, build up, igazi nyelvtörő. Na mindegy, szereztem egy katonát, csak biztos, ami biztos. Elég jó egyébként, de még egy kicsit fejleszteni kell. Szóval egyelőre marad a kard, amivel mentünk, ez plusz 14-es. Ja. A másik, ami történt, hogy földobtam ezt, aminek nem biztos, hogy örülni fogok hosszú távon. Szilágyi Szilágy szerintem az megvan. Moonblade katona. Mintha úgy emlékeznék, hogy meg lenne, de nem biztos. Moonwheel. Igen, ez nem a Moonblade, akkor rosszul emlékeztem. Akkor az még nincs meg. Jó. Szóval a lényeg, de majd megnézzük akkor azt is. Ja, akkor nem. Ja, Moonwheel, jó. Oké, itt van. Ugye ez annyi, hogy Magic Damage-es, ami nem baj, csak én nem erre buildelek, és látod az intemet, hogy... hogy 23 kell hozzá, és hát nekem csak 7 van. Tudom, szégyen, de hát ez van. Na mindegy, de majd megnézzük ezt is. Szerintem. Oké, szóval ezt a katonát majd még fejlesztjük egy kicsit. Nem sokat, pár szintet kellene még, és aztán jó lesz ez is. De egyelőre maradunk a régi, jól bevált kardunknál. Oké. Szia, Stopsoros, üdvözöllek. Na, hát akkor... egészségetekre. Aztán irány. Na,
Fogalmam sincs, hogy merre kell menni, de igazából nem is kell feltétlenül tudni, föl kell fedezni a helyet. Ez szerintem éppen a szemüvegét keresi. Ne dobálj! Ó! Oh. Akkor átugrok. Na. Oké. Igen, a szemüveg nélkül nem látod, hogy hol a szemüveged. Ó. Na igen, ilyen kellene majd, mondjuk lehet, hogy pont nem ez kell, de ezeket majd kéne gyűjtögetni, hogy tudjunk a ikernyanyáktól venni fejlesztésre cuccot. Bár szerintem mire oda jutunk, már nem kell majd fejlesztenünk, de na mindegy. Csak mert ugye elkezdtem azt is fejleszgetni. Ez mi? Ja. Firefly. Igen, rég játszottam. Kicsit kiestem a ritmus. És itt a bokorba bújik el. Mint valami Fortnite player. Oké. Jó, szuper. Szóval Lutelt akarom majd fejleszteni. Csak az a baj, mert most plusz 4-en van, viszont még nincs elég FP-nk se hozzá. Kontrollerrel játszok. Szóval hát az FP-n is kéne húzni majd, meg... Na mindegy. Igen, a tesiből fölmentett Fortnite playerek. Vannak olyanok is biztos, nem mintha ezzel baj lenne persze. Nevermind, ez egy másik PS kontroller. Mert hogy pont lejárt a garancia. Szóval hamarosan elkezdem bújni az eBay-t. És lehet, hogy lesz róla egy live, ahogy megjavítom. Megnéznéd? Hát... Nem kizárt, hogy lehetséges, hogy lesz ilyen. Csak még nem tudom, hogy mikor. De beütemezzük. Sunburst Smithing Stone 4. Stopsoros, ez egy érdekes javaslat. eBay? Hát nem biztos, hogy eBay lesz, hát majd meglátjuk, mert az a bajom néha az eBay-jel, hogy ilyen... Na mindegy, fura dolgokat
árulnak ott néha. Szóval lehet, hogy majd kicsit jobban utána olvasok, meg lehet, hogy szét is szedem, és megnézem, hogy mi van benne. És akkor célzottan rendelnék olyan áramköri elemeket normális helyről. Lehet, hogy ötször annyiért, de mindegy. Csak azt láttam, hogy itt hadonásznak. Larval tír. A PS5 kontroller. Tehát a DualSense. Haha. Great Shield Soldier Ashes. Smithing Stone 5. Ilyen kell. Ez kellene a fejlesztéshez majd. Még egy szintet tudok ezen a kardon is, Smithing Stone 5-tel, meg a katonáz is az kell, még az rohadt sok kéne. És nem tudom, hogy össze tudunk-e annyit gyűjteni. És körülnézek, de szerintem... ide nem lehet bejönni, ugye? Jó, akkor megyünk arra lefele. Silver Deer Husk. Fú. Hát elég menőn néz ki ez a város. Ott ellenségesnek néz ki. Vegyek le mindent? Hogy értve? Unequip, elég ha a fegyver. Tehát fegyver nélkül menjek be, miért? Vagy csak fegyverrel menjek be? Most már mindegy, mi már megöltem. Na mindegy, megyünk, aztán meglátjuk, mi lesz. Ott van egy kis ködöcske. Ja, a fogvó... Ah, oké.
kurva éle, bocsá. Nem értem meg amúgy. Nem tudom, mi történik majd itt. Kíváncsian várom. Ja, tudom már. Oké. Jó. Nem olyan elfogyott? Kaptunk egy Larval tiert, meg egy Silver tier maszkot, meg egy csomó cuccot. Értem, akkor ezért mondta Nevermind, hogy vegyek le mindent. Jó. Ez tetszett egyébként. Ez tényleg tetszett, ez ilyen kreatív, hogy lemásol minket gyakorlatilag. Hát igen, mert ugye nagyon sokféle, tehát ahogy mondod Nevermind, hogy tényleg az AI nagyon érdekes lehet mögötte, mert ugye nagyon sokféle build lehet, így van, és hogy tudjon harcolni mindegyikkel. Na, ez már tetszett. Tényleg ez egy kreatív megoldás volt. Nem ez. Na hát menjünk tovább. Valami tudjunk. Nem látom, hogy hova. Miért érzem úgy, hogy itt valahol majd le lehet ugrálni?
Hát mondjuk ez igaz, mindenhol le lehet ugrani. Ez kétségtelen. Na jó, menjünk egyelőre tovább. Smithing Stone. Somber mondjuk. Kár, hogy ezt nem lehet beváltani sima Smithing Stone-ra. Nem, itt nem lehet leugrani. Bal oldalon ott maradt a lút. Ó. Oh. Köszönöm. Csak így megyek előre ész nélkül. Az ott még egy szarvas? Már úgy érted, Shadid Adria politikai viccet, hogy bal oldalt maradt a lút? Vagy... Ja, hogy megyek előre ész nélkül? Igen. Hát előre megyünk. Meg hát a bal oldalnál mindig van egy kis lút, ugye? Na jó, abban jön. Gyanús, hogy arra kell majd tovább mennünk. De megnézzük, hogy mi van a... ennek a végén. Szerintem még túl magasan vagyunk ehhez. Baromi jól néz ki ez a hely. Gripenek. Hogy ért egy stop soros. Hát manapság erre felé lehet hallani grippeneket, az biztos. Ami nekem azért annyira nem újdonság, mert Kecskeméten nőttem föl, szóval... Egy darabig MiG-29-eseket, aztán meg grippeneket néztem, meghallgattam.
Mogwin Dynasty. Az is, ő is itt van a környékben, nem? Mogwin. Csak még lehet, hogy egy kicsit korai lenne. Mogwin Castle nem erre van? Vagy mi az? Nem Castle. Ó, oké, okay, nevermind. Stop soros. Itt a streamemben Grippen biztos nem indul el. Vagy hát legalábbis én meglepődnék rajta. Mintha le lehetne ugrani. De menjünk egy előre a fő csapáson. De ezek hova tűntek? Az előbb itt volt két nagy József. Ja, itt vannak. Hoppá. Tornyokat gyújtogassak? Ezeket? Ó, oh, oké. Okay. Akkor gondolom ebből van X darab, amit mindig meg kell gyújtani. És akkor majd valami történik. Hát azt majd meglátjuk, hogy mi. De akkor figyeljünk el a tornyokra. De jó, itt meg ilyen kis Bennett kengurúk vannak. Aranyozott szar. Van egy torony, mármint. Mintha ez valami ilyen buffot adott volna ezeknek a nagy szörnyeknek. Ilyen, igen, ilyen néni adja a menzán a főzeléket. És a főzeléktől lett ilyen nagy. Arra be van egy gréz. Hát akkor körülnézünk. Legutolsó oszlopnál. Shit. Hűha! Baj.
Persze. Igen, most az a baj ezzel, hogy vannak kiskutyák. Kutyák, farkasok. Hát igen, a kicsikkel kéne valamit kezdeni. De először összeszedjük a... De van, van csali. Nem fognak ide jönni mi. Ez gyors volt. Ez mondjuk most jó.
Ó, ezt nem hiszem el. Shit. Én nyomtam rosszul. Oké, nem mind, csak nem akarom otthagyni a rúnákat. Semmi gond, megoldjuk ezt a... Vagy felszedem a izét, a rúnát, azt... Akkor megnézzük azt a grészt. Na, itt az éneklő néni, és akkor... Ott fönt, oké. Okay. Biztos, hogy lehet menni. Ha, parkúrozni, ja. Jó. Na mindegy, ez megvan. És akkor valahogy csak elintézzük ezt a farkast.
Ennyi, ugye? Én meg behílelek ahelyett, hogy... Nem hiszem. Szia, kekerényi, szép estét. Neked is. Rumos teában gazdag estét. Szerintem csak az FP-t. Ja. Lehet igen, érdemes lenne azt erőltetni. Ha nincs stamina, akkor... Ó, kekerényi még ilyenkor biciklizál. Az igen. Hát nem tudom, hogy kell-e jobb sebzésű fegyver. Szerintem ez egyelőre rendben van.
Mármint, hogy... Na, úgy értem, hogy mindig jól jön egy kicsit jobb sebzésű fegyver, csak... Biztos, hogy nem erre kell jönni. Drága benzin. Hát igen. Na várjál csak, nevermind, azt mondja, hogy... Tehát hogy is, hogy aktiváljuk Godric Great Rune-ját. Azt ugye izével tudjuk runárkal, ugye? Várjál, megnézem, hogy az van-e bent egyáltalán. De azt csak Grace-nél tudom megnézni, ugye? Scarcel talizmánt betenni, meg kivenni. Oké. És igen, a... Ja, persze az van benne. Fönt látszik. Ja. Jó. Hát akkor... Szerintem ennyi, aztán majd meglátjuk. Jó, na, menjünk tovább. Lassan szerintem tudunk szintet is lépni, úgyhogy akkor el is megyünk majd a Grace-hez. Ott egy oszlop. Nothing Blood Butterfly. Okay. Még van pár patkány, de felszedjük azt a... SF War. Ez rendben is van. Csinálunk egy kis patkányírtást. Jó, meggyújtjuk ezt az oszlopot.
Oda most nem lehet át, de ott át lehet ugrani szerintem. A kérdés, hogy átugorjunk-e. Igen. Jó, akkor átugrunk. Ja, van loot. Nagy rún. Ó, csak egy grész jól jönne. Jobb oldalt a falon lehet mászni. Oké. Okay. Ott van mögött egy láda. Na, lássuk. Ancestral Infant's Head. Egy csecsemő fej. Oké. És akkor gondolom itt ennyi. Körülnézzük. Ja. És az a kérdés, hogy hogy megyek vissza. Max visszatépézek. Na, csak TP. Ha. Jó, hát akkor... Jó, és akkor itt szintet is tudunk lépni. Kés, de most a kérdés az... hogy erre kéne adni, hogy a max equiplódunk növekedjen. Mert kellene a jó pajzs. Vagy hát armor tulajdonképpen. Ma a többi az nem növeli meg. Csak a izé a endurance. Hát mindegy, adunk rá akkor. Mi baj lehet? Na most csak azért bírjuk el, mert bent van ez a... ez. Na mindegy. Jó, gyerünk tovább. Leszedjük a menzás nénit. Azért kaptam egy ilyen te... basszus.
Azért kaptam egy ilyet visszakézből, mert nem ettem meg a főzeléket. Talán mindenhol. Menjünk erre tovább, és akkor ide visszajövünk majd. Ott volt egy épület, akkor megnézzük, hogy ebben a hát építménybe jó sokan vannak. Shining Horned Headband. Jaj, a szarvas az van, nem kevés. Voltunk az előbb. Oké. Ezek medúzák, ha jól látom. Mintha itt lenne valami. Fall Guys. Ne itt, oké. Okay. Ne, gyanús volt, igen, hogy... nem a Crucible Knight. Siofra Aqueduct. Szia para, én is üdvözöllek. Miért akarok én? Miért? Nem lehet az, hogy csak simán itt hagyom? Én ne lehetne.
Lesz itt egy boss. Na hát. Szerintem nem vett észre, ugye? De ez csak sima NPC, tehát nem boss. Nem boss, nem. Shit! Igen, ez... Mert tudjuk, hogy milyen. Nyilván akkor hílelek, amikor... Amikor nem kéne. Korai volt a Dodge. A korai Dodge. De azon nézek, hogy ezen nem működik a seggező. Mármint, hogy értitek, mire gondolok. Lehet, hogy nem. Repülős move-nál meg lehet öngyilkolni. Hogy így lezuhan? Mondom, odaállok a párkányra. Eldodzsolok. Ő meg... Aha. Lehet, hogy őt nem lehet hátba szúrni amúgy, mert jó nagy darab kiéri föl. Mi lenne nálam egy sámli, akkor talán fölérném. Hát ez az para, hogy lehet, hogy csak ilyen limitált idejű szárnya van. Nem lehet. El akartam szaladni. Ő meg úgy döntött, hogy nem.
Hát igen, a csirke se nagyon tud szaladni, sajnos. Szaladni, az tud. Repülni nem tud. Szaladni, az tud. Okay. Az igen. Oké. Tudom, stopsoros. Lehet, hogy az lesz. Majd mindjárt megnézzük. Nem biztos, hogy olyan jó ötlet itt verekedni. Nem hagy semmit hílelni, semmit nem hagy. De amúgy már vagy háromszor verekedtünk ilyennel. Mindháromszor jó föl is idegesített. Teszünk be egy kis heal boostot, vagy hát egy ilyen. Nope.
Na hát. Pedig nem is így akartam amúgy. Mindig vannak ilyen overdoerek, akik van valami feladat, és akkor mindig 200%-ot akar nyújtani. Na, ez most olyan volt. Nincs, már nincs nálam. Ó, egy arany százlábú. Mindig is egy ilyenre vágytam. Jó, gyerünk tovább. Ő sem így akarta? Hát, én nagyon sajnálom. Ja nem. Szerintem erre jövünk tovább. Ez is ilyen nagyon erősnek tűnik. Őt sem lehet hátba szúrni. Le lehet jönni a másik oldalra. Hello, sheriff, nem nincs oda, sziasztok. Thank you.
Az mi a... Egyszerűen nem lehet ráugrani. Nem hagy egy pillanat türelmet sem, semmi. Az igen. Fú, serip. Ez komoly dolog. Még azért... záróvizsgára készülj fel. Tehát azért oké, okay, hogy készen van a szakdolgozat és le van adva, szuper, de... Azért egy olyan... Hát... Mondjuk másfél hónap múlva még lesz egy kis... Kis teendő. Hány óra van a játékban? 65. Egyik ismerősöd megbukott záróvizsgán. Hát az szomorú. Ez most kb. A game harmada? Hát ez egy ilyen long play. Van ilyen kategória. Jogot tanul Budapesten? Hát, végül is meg lehet bukni mindenből. Hát igen, de... Tehát valóban ez egy any person death lesz, de long play.
Az mi? Mi történt? Az igen. Pedig elég jó volt a HP-nk. Nem gondoltam volna, hogy én nem ölöm meg, ő meg igen. Az komoly. Hát, Sheriff, nagyon szívesen. Ez a dolgom alapvetően. Ja, hogyha nyomogatom a L1, R1-et, akkor hamarabb kiköp. Na majd kipróbáljuk. Nem, a felugrós itt nem nagyon működik. Hát de... Nem, nem. Hát vagy mikor, hogy. Megvan ez is. Remélem ez is ott marad, ahonnan jött. Smithing Stone 5. Hát itt nem ugorjak le, gondolom. GG first try, így van. Majd, ha lesz időm, amikor nyugdíjba megyek, akkor összevágok egy ilyen Deathless version-t. Sok munkám nem lesz vele, ugye? Order Healing. Thank you.
csomó Golden Rune, ilyen nagy értékűek. Jó, hogy kijöttem ide. Oké. Na hát akkor szerintem itt a csatornának fölfele elindulunk. Csak fölfelé, így van. Igen. Hát a Voltról kell rendelni. Ja nem, semmi ilyesmi. Jó a Foodpanda is. Az is ugyanannyit késik. Ezt a pajzsost, ez semmi nem érdekli. Egy runárk. Hát ez kicsoda. Hello? Nem már. Most adjam oda neki a... Igen, oké, ez D-nek a tesója, oké. De most tényleg oda kell adnom neki a... Végre van tök jó armor. Még ne. Ha nehéz a boss, akkor... Csak akkor adjam oda neki, ha nehéz a boss. Mert akkor segít. De vissza tudok akkor jönni, és később is odaadni neki. Ezek, gondolom. Oké. Oh. Ez egy boss. Baszki. Jó nagyot üt egyébként.
Mi a... Csodálkoztok, ha iszok. Miért vannak ezek ketten? Egy jelen amúgy tök jól ment. Messzóra, ah, köszi. Alapvetően én is így gondolom, mert az elb is lassan ért oda. A másik, tehát mire kvázi beszállt a buliba, addigra már éppen lecsaptam ezt, csak hülyén jött ki a lépés. Tehát... És ezzel most mit kellett volna még tennem?
érdekes move-okat csinál. Vagy meglep néha. De nevermind, ezt nem értem, hogy hol találom fiát. Írod, hogy amikor visszamegyünk fiához, de... hova? De ott ő már nincs ott. Onnan ő elment legalábbis. Tehát én értem csak. Ezt még nem tudom, hogy mit kell csinálni ezzel. Élek, nem tudom, hogy... ez még dobálnak is, nézd meg. Nem tudom. Figyeltem. Hát ott kéne lennie. Hát az a helyzet, hogy ugye amikor felvettem ezt az armor setet, akkor ő mondta, hogy ő lelép, vagy nem is tudom, hogy tehát meg hogy hát ott volt mellette a... tehát ott volt mellette egy D-nek a hullája, azt hiszem, ha jól értettem. Teljesen semmit nem tudtam csinálni. Akkor a Deep Root Depths-be. Oké. Okay. Jó. Hát odaadom neki. Nem tudom, hogy mit segít. Inner order. Föl kéne tenni valamit. Hát... valami physical damage ellen kéne, nem?
Éri a reload? Jó, akkor bemegyünk, meghalunk. És akkor az egy reload. Ja, itt. Ja, hogy jön segíteni. Hát. Ja, fölmegyünk itt hátra. Oh. Meglátjuk, mennyire ez hasznos. Hol van amúgy? Örülök, hogy megérkezett. Lehet, hogy még ivott egy kávét előtte, vagy ilyesmi. Mit csinálsz itt? Levenném a poison, csak szalad utánam. Támad őt. Őt kell támadni. Nem tudom leszedni a poison-t. Poison, azaz.
Mindegy, teszünk be bogyót. Mert nem olyan rossz ez. Hát, de előbb-utóbb leugrik. Hát végül is. Van kettő. Jó lesz az amúgy a segítő, ha nem bugol be. Vizes és mögött lúd. De azt, ha most nem veszem... Mondjuk tényleg ez a armorhoz már nem kell a Scar Seal-se. Majd mindjárt megcsináljuk. Így túl sok damage-et kapok be. Hát, most mit mondhatnék erre? Hát leesett. Nekem is volt majd, hogy leestem és meghaltam. Ez ilyen, ha leesel, meghalsz. Oké. Hát, Sadi Tadri, ez nem 200 IQ volt, mert nagyjából azt se tudtam, hun vagyok, de mindegy, mert sikerült. Így van, a Gárgály is csak ember. Na, körülnézek, hogy itt mi van. De gondolom semmi. Grész. Ez mondjuk nem semmi. Én szuszolok egyet, hozok egy sört. Az elfogyott, már is hívok.
Itten is vagyok. Na. Mondjuk elég jó adta a rúnát. 22500. Elég jó. Jó. Na. Akkor menjünk tovább. Befeküdni a koporsóba? Hát, megpróbálhatjuk. Mondjuk a Grace is erre mutatott. De miért tenne ilyet valaki? Good night. Okay. Jó, tehát följöttünk egy koporsóban a vízesésbe. Minden világos. Csak nem egy R3 lesz. Deep Root Depths. Oké. Okay. Akkor ez egy másik map részlet. Vagy map rész. Na, hát akkor... Mindig elfelejtem, hogy ezt... Jó sokáig kitartja. Egy-két dolgot ott hagytunk. Hát igen, Nevermind, nem mentünk végig a Nokronon teljesen, szóval oda majd vissza kell mennünk. Beszállok a runákért. Thank you.
Nem, tudom, hát mondjuk ez az R3-hez nem vagyunk gyengék. Csak ügyesen kellene csinálni. Szerintem jó lesz ez csak. Tegyünk rá egy kis fire damage-et, azt mondod? Hát, nem tudom, hogy van-e grízem. Szerintem nincs. De tudunk craftolni. Hát, csinálunk párat, fölgyújtjuk a fát. Miért is ne? Is kéne tenni. Hát nem hagy békén, nézzétek meg. Mondtam, hogy meg lesz. Na, akkor menjünk itt is körbe. Az a micsoda? Egy nagy pajzsos hangya. Baszki.
Megleptük, azt se tudta mi van. Mondjuk emez igen. Igen, rettenetesen néztek. Mármint, hogy... Na igen. Hát rovarok. Aki írtozik a rovaroktól, az... Annak ez biztos nem... Nem túl szimpatikus. Jó, hát erre... Erre nem lehet menni. Mondom így, én meg majdnem leesek. Fagyökerein kéne menni? Vagy ágain? Pontosabban? Ez egy nagy rész, aha. Próbálom megtalálni az utat, mintha ott lefele lehetne menni. Ó! Oh. Egy kis lúti-lút. Francba. Valahogy ezt föl kellene venni. Smithing Stone 6. Nagyon jó. Na mindegy, elmenjünk ott lefele. Erre? Nem erre. Nem erre. Ez határozottan nem erre kell jönni. Hát esetleg ott. Ez ilyen darázs hangyák. Jaja. Bármennyire is furán hangzik ez. Hát ott kellene menni. És oda be lehet... Ah, oda föl lehet menni. Föl lehet oda menni? Föl. Oké.
Na várjatok, mert most nem fölmentem, hanem... Nem itt, de itt is lehet. Ja, itt lehet, akkor... Hát igen, az a kérdés, hogy oda hogy jutok be. De lehet, hogy belülről kell majd ide kijönni. Plusz 6-os chemotox. Jaja. Ez kellene. Nem tudom, hogy gondolom máshonnan kell oda eljutni. Ó, itt is van egy item. Holy Grease. Bejárat visszább van. Hát akkor itt. Az a bejárat, ugye? Nem. Hú, esküszöm, nem látom. Ez az? Aha. Akkor oda kéne valahogy följutni. Jó, azt hiszem látom. Sok rovar van. Csóri hangyák, csak itt tennék a dolgokat. Hűha. Kaptunk healt. Mondjuk nem sokat. Mondjuk eleve nem sok heal-lel jöttünk be. Fű.
Madness Rune. Ez mire jó? Ja, egy csomó rúnát ad. Ah. Végtelen rúna. Végtelen. Az összes. Ó, és még a plafonról fognak potyogni, de örülök neki. Jó, amúgy viszonylag jól apríthatóak, tehát... Tökre örülnék, ha nem írnál ki, hogy miket kaptam. Na és akkor itt vagyunk a peremen. Oh, szuper. Na. Rendben van, akkor mehetünk is tovább. Ez valóban jó volt ez a sok-sok... Sok-sok rúna. Ez egy legendary spell. Aha. Hát, mondom, nekem azért haszontalan ez. Mert ugye nem, hát igen, a legfeljebb az achievementhez jön jól. Jó, na, kicsit szétnézünk. Hogy itt van, adjon valami. Oké. Okay. Uha! Hoppá! Hát, így járt a gargoyle is, szóval...
Ahol is kellett. Ja, itt lett. Itt, ugye? Basz... Na, legalább nem kell visszamenni a rúnáért. Hát igen, csak egy szint. Egy szintnyi rúna ment most a levesbe. Mert muszáj nekem itt leállni, kötözködni ezzel a hangyadarázsal. Nem is erre kell jönni. Merre kell menni? Ott át lehet menni. Gondolom. Ott ugrottam át, de hát... Ja, oda föl, oké. Nem figyelek. Ide. Hát, na. Hát itt át tudok ugrani. Fal mellett. Ja, ide jó, oké, jó. Igen, és akkor itt tudunk tovább jönni. Jó, hát először vagyok itt. Jó, hát arra összeszedtünk mindent. Már a másik oldalon. Hű. Baszik. Ez tényleg egy hangyaboly, amúgy. Na, hol vagytok? Miért vannak itt ilyen sokan? Hú, ott egy csomó item. Azt mondod, hogy lesz itt királynő is?
A raid túloldalán van egy grész. Érdekes. Na, mi ez a kékség, de csak ezek voltak pillangók. De megijesztettél, de csak így a földből kijön. Elmentem a Grace mellett. Vagy még nem mértem oda. Ez is lehet. Ah, itt van. Ah, és itt van valami. Ja, itt van egy új fétises nagymama. Nem tudom, hogy van-e most nálunk új. Demigods to die, as a martyr to destined death. But why must it yet bring such disgrace? A scion of the Golden Bough, sentenced to live in death. How could such a thing come to be? Nagyon szomorú. My poor sweet lord. A scion of the Golden Bough. How? Hát jó. Oké. Na hát az a kérdés, hogy merre menjünk tovább. Arra gondolom. Ott van egy lovas. Nem tudom, hogy lépjünk előtte szintet. Csak mert mennyit ad ez a cuccos? Oké, akkor lépjünk szintet. Vagány.
Mennyi kell? 45 ezer? Hát... Lehet, hogy nem lesz két színnyi. Na, talán így. Na, várjatok, mert kicsit matekoznék. Mármint olyan értelemben, hogy ugye be van nekem téve egy ilyen, ez a Radagon Sword Seal, amit én kivennék. Mert most nem kell a medload, mármint hogy a equipload kapcsán, és betennék helyette valami mást, mondjuk így is heavy load leszek. Úgyhogy szerintem ezt egyelőre átteszem ide. És megnézem, hogyha lépek pár szintet, tehát adok egy kicsit az endurance-ra, akkor fölmegy 3,2-vel a max equip load. Ami azt jelenti, mennyi lett? 54,1 lett, ugye? Vagy 55,1? 54,1-re ment fel, ugye? Mindegy, amúgy már 56,1-re. Hát, mert ugye a 70%-ig vagyunk medlódok. Hát, szerintem az pont jó lesz egyébként. Haha. Matematikus? Ön. Ugye. Jó, ez nem tudom mit keres itt. De mindegy is. Jó, szuper. Az a baj, hogyha majd föltesszük a... Duncan Medload, így van. Hogyha föltesszük majd a... másik armort, akkor az... az valószínűleg nehezebb lesz, de nem baj. Most ez így egyelőre nekem jó, úgyhogy akkor mehetünk tovább. Több szintet biztos nem tudunk lépni, 48 ezer kell hozzá, és ez tudja, hogy nincs 48 ezer, úgyhogy menjünk tovább. Szóval itt lesz majd fia. Írtátok. Ez biztos menő lesz. Remembrance betörése van még egy szint. Aha. Oké. Na, itt volt egy lovas. Itt krúzolt. Ezzel csak kéne valamit csinálni, nem? Tibike? Valami rám morgott. Határozott volt. Tibi atya. Hol? A békák voltak ezek. Oké.
Oh. Tibia Mariner. Jó, és ez nem is az volt. Uha. Na, az mi az a posvány, amit... Hát ez beütött. Hoppá. Gondolásbanya az már volt korábban. De nem errefelé. Minden a terv szerint alakul. Nem tudom, hogy itt vannak-e még. Ó, alig. Na, lehet jönni.
most én is kaptam egyet. Jó. Nem tudom, hogy van-e még. Van. Jó. Talán nincs több. Még benézünk abba az épületbe, mert lehet, hogy ott maradtak még. Aha. Smithing Stone, szuper. Na hát itt nem tudom, hogy van-e gondolásbanya, amúgy. Vizes helynek tűnik, de lehet, hogy itt nincsen. Szerintem itt nincsen. Az a baj, nagyon fölmegy ez a... akármicsoda. Ez az. Megvan a térkép. Micsoda fejetlenség van ott. Egy item. Na nézzük, hogy itt mi van. Ash of War Wagon Slice. Okay.
menjünk tovább. Mert mi a Armorer Cookbook 6? És ott a folyónál még nem voltunk. Jobbra felmászva van fia, egyébként meg előre egy nagy terület. Tehát itt nem nagyon van gréz. Pontcsütörtök van. Ha, itt hova lehet fölmenni? Csak innen hogy megyek le? Hát mondjuk ugyanúgy, ahogy feljöttem. Hát... Smithing Stone 7. A lejáratnál van a gréz. Hát... De onnan jöttünk, nem?
Nem, nem innen jöttünk. Hú, teljesen eltévedtem. Na mindjárt megnézzük a mapot. Mert teljesen elkavarodtam. Ó, mondjuk ezt a mapot még nem is láttuk. Igen, itt a finger reader, oké. Okay. Na jó, hát járjuk körbe azért területet. Igen, itt van a... Oké. Okay. Ott valahogy föl lehet menni. Jó, akkor itt még lent körül nézünk. Hogy ellenfél lesz-e fia? Hát... miután megölelgetett és adott egy kis nörföt, én úgy gondolom, hogy nevezhetjük annak. De még majd meglátjuk, hogy viselkedik. Hát csak a szellemekkel, amit idéz, nem? Igen, és utána csalódott lesz, hogy legyőzöm mindet. Gondolom. Vagy hát... az majd kiderül persze, de... ez a terv. Oké... Ó, tehát mérgező is. Vagy milyen. Meg tud tépézni.
Oké. Na és mi volt itt? Egy Somber Smithing Stone. Oké, nevermind, megjegyzem, hogy hogy legyen. Na, itt fölmegyünk. Olyat lehet, hogy nem akarom. Jaj, nem ezt akartam. Hűha. Azért vannak ketten. Nézzük meg akkor ezt a jó kiállású úriembert. Nem tudom, miért akarom én ezt. És nyilván elér. Ennyi HP-m volt csak. A szomorú. Nem figyeltem, azt hittem, hogy több HP-m van. Itt át lehet menni oda. Mentünk le, és amott mentünk fel. Köszi Messzor, szép estét neked. Nem is gondoltam volna, hogy lehet lovon is. Ez
ez érdekes dolgokat vet fel, amúgy. Igen, ez amúgy erősebb, mint a többi volt, szerintem. Meg tényleg nagyon nagyot üt. Én a 3-4 HP-t lesebzett. Már a főváros alatt vagyok. Hát, gondolom ez annyit jelent, hogy itt akkor erősebb mindenki. Igen, amúgy jónak tűnik a ló, csak megvan ez a hátránya, hogy... Hát igen, amúgy, tehát nem ilyen megcsinálhatatlanul nehéz egyébként. Tehát nem arról van szó, hogy, esélytelen.
Na jó, ezt abba hagyom, mert... várjál már. Ja, jó. Azt hittem, hogy teljesen leest. Mondom, azt hittem, hogy... Ilyet. Én ide járok hílelni a tópartra. Plusz 25 000. Na, csak meg lett ez is. Érdekes módja ennek egyébként. Érdekes harcmód ez a... lovon... rohangálok körülötte, mint egy hülye gyerek, de... végül is... működött. Na nézzük, hogy mi van itt bent. Egy láda. Crucible, Tree, Helm, Armor, Gauntlets, Greaves. Tehát egy Crucible Armor. Biztos nem vagyunk elég erősek hozzá. Hol van? Föltesszük, megnézzük. Már heavy loadok vagyunk. Hát amúgy... amúgy jól néz ki. Ja, ez nem az, várja. Ez az. Hát elég vagány, csak... híján vagyunk egy pár kilóval. Sokkal. Hát igen, 15-ös endurance, ajaja. Tényleg nem valami sok. Na mindegy, vissza is tesszük ezt a csúnya Redman armort. Hát lehet ilyen. Hát, mondjuk ez majdnem mindegy. Oké. Na, akkor...
ez is megvan. Hát arra tudunk menni. Most itt csak átszaladok, mert nem akarok ezekkel vacakolni. Ez mi a... Ajaj! Na most találjak oda-vissza. Hát szerintem ott föl lehet ugrálni. Hát vagy a fene se tudja. Nem. Nyilván nem lehet. Két lovagol mögöttem. Na, itt vagyok valahol. Nem tudom, hogy miért jó, hogy ide át lehet ugrani. Ó, sejtem, hogy miért jó. Na, bőrkeményedést itt kell leszedni a csengőtökörül. Mindenki meghalt. Jaj, hogy a csengőtökő idézte őket? Itt van fönt egy item. Hol a bejárat? Lehet Remembrance duplikálni, de ilyet még nem csináltunk amúgy egyszer se.
Mert most már utána olvasok, hogy ez pontosan mit is jelent. Torrent ma nem dolgozik, oké. Okay. Hozzak egyet. Majd duplikáljak egyet? És melyiket? Ó. Oh. Jó. Mindegy. Szia, Sardmovs. Hello, hello. Mausoleum Soldier Ashes. Jó, oké, hát akkor szerintem nézzük meg fiát. Én azt mondom. Akkor lehet, hogy ma az ezzel is fejezzük be. Hát, persze meglátjuk, hogy hogy sikerül, de... Már csak azt kéne tudni, hogy fiához hogy jutunk el. Itt van egy barlang. Sose voltunk itt. Kilútoltuk a medvét. Gyorsan leülünk. Szerintem bőven tudunk szintet lépni. Hát egy picit húzzuk az Endurance-t. Kell majd a jó armor. Fel a gyökéren? Mondom, arra felfele. Csak és kizárólag felfelé. Micsoda hangok. Hát nem erre. Valahogy megállnék nézelődni.
Hiszen, hogy ő kérem. This is the way. Tovább fölfele. Másik jobb lett volna. Hát... Nem láttam itt ezt a lyukat. Ugrálás, ez ilyen... Nem baj, legalább itt van a... Graze. De nem kell sokat menni, csak... Kellett volna inkább balra. Ah, tényleg ott a...
Nem. A medve nem játék. Na és akkor most elmegyünk a másik irányba. Oda, ahol az a Grace volt. Itt már nincs ló se. Na nézzük. Jó. Ó. Micsoda helyszín ez, kérem. És hableány. Vagy valami, mit tudom én mi. Ó. Oh. Rózsér. Hűha. Nevermind, azt már megtettem korábban. Jó, ez vagány ez a dolog. Kíváncsi vagyok, hogy még kik lesznek. Remélem, hogy jön egy Crucible Knight is, mert az a kedvencem. Hőköltem. Én is rohanok a lóvér. Ez határozott volt. Így kell. Igen, határozottnak kell lenni, csak nem ész nélkül.
Roger kemény. Azt kell, hogy mondjam. Még a szelleme is. Okay. Hát nevermind, te varázsló vagy, azért tudod. Egyáltalán nem gáz amúgy. Mert ha nem lenni varázsló, akkor se. Hogyha mondjuk tavaly ilyenkor kérdeztél volna, én szerintem a Witcher 3 90%, tehát az ilyen potionöknek a 90%-át tudtam volna még összetevőről is. Azóta azért már eltelt egy kis idő. Három. De jó, még lövöldöznek is. Hát Shadit Adria, az is egy ilyen long play volt amúgy. Tehát ilyen, hát kvázi 100%-olás, bár hát az ugye Witcher-t azért nehéz, mert különböző endingek vannak, meg
tudom én. De ott van két playlist, van egy, ami a main storyline, meg a fő karaktereknek a sidequestjei. Meg van egy olyan playlist, amiben minden benne van. Plusz összes DLC. Jó. Na itt nem tudom, hogy hogy kéne. Hát nem így. Ott az egyik az nagyon gyenge volt, az tuti. Ezt ilyen 2-3 ütésben el lehet intézni, pont ami itt volt a bal szélen. Azt gyorsan le lehet rendezni. Hát utána nem tudom, hogy kéne. Ez csal.
fejszín is már, mint aminek ilyen csengő a feje. Az tényleg nagyon tűt. Mi történt? Ne menjünk bele. És kergetnek, nézzétek meg, nem hagyják abba. Már csak a pufi rizsa van. Na lesz-e még? Ami azért szíves, mert nincs több hílem. És nem. Ennek nagyon örülök. Pont elfelejtett a hílem. Na mi a helyzet? Ah, there you are. I knew you would come. What is it you intend? To deny us and our ways? Like the dogmatic brutes of the Golden Order. You are an odd one. I am the guardian of those who live in death. They call me a foul and rotten witch. Yet you still wish to be held by me?
Have you ever seen a Hallowbrand? When the first of the demigods died, his flesh was marked with the half-wheel wound of the centipede. Godwin's Hallowbrand has since been recovered at the Round Table Hold. But there is another Hallowbrand out there somewhere, and I must find it before the time comes we receive our Lord. When Godwin died, but another exists, and I must find it before the time my hands. Will you still let me hold you, even then? Jó. Aha, reload, de tudok olyat csinálni? Leülök a Grace-hez. Hát kint, gondolom. When Godwin died, a halot another exists and I must find before that. Ja, ennyi. Jó, akkor elmegyek a Grace-hez. Girlfriend Simulator DLC, igen. Oké. Ja, itt van, nem is kell kimenni. Beszéljek vele? When Godwin died, but another exists, and I must find before the time. Jó, hát mindegy, akkor itt vagyunk. Oké. Tépje a Dreambe? Hát tépjezzünk be. Magic Butthole. Várjatok, hát csak el kéne költeni a rúnákat, nem? Ez behozott a fővárosba. Igen, Sherit Adri, de ez most nem probléma. Hát, itt még nem biztos, hogy olyan nagyon kéne mászkálnunk. Eljövök ide a Grace-hez. Csak hogy ezt beaktiváljuk. Igen, nevermind. Gondolom ez lehetett az ok. My utmost thanks for bringing me to the base of the Erdtree. Here, I can govern my own movement, and thus, the accord is fulfilled. I shall depart
to ascertain the purpose I was given. Farewell. I shall leave Torrent, and the power to turn runes into strength, here, with you. I wish you luck in realizing your ambition. You have fought long and hard. I have no doubt you will become Elden Lord. May you take the throne. Oké, jó, csak ennyi még, megnézem akkor, hogy mi történik, ha visszatépézünk. Hogy is? Ugye ide, de itt azt írja, hogy még itt van fia. És ott is van. Oké. Na hát akkor... Runny Quest adja a Course Markot. Aha. Akkor először azt kellett volna megcsinálnunk? Vagy mindegy, igazából már megcsináljuk utána, akkor meghal? Oké, rendben van. Jó, oké. Azt hiszem értem, hogy kéne. Igen. Ja, mert átjöttünk ide, és ott meg nem mentünk körbe mindenen. Ja. Jó, hát akkor legközelebb onnan folytatjuk, de mára megállunk, ugyanis... Igen, nevermind. Mára megállunk, mert most már kezd tényleg este lenni. Holnap meg azért csak péntek van még mindig. Tehát... Igen. Szóval... hát igen, kis péntek van. Jaja. Úgyhogy innen folytatjuk. Szerintem jövő héten lesz már csak Elden Ring. Holnap folytatjuk a Resident Evil Village-et, szombaton pedig most nem lesz stream. Illetve holnap is így kicsit hamarabb véget ér, mint a szokásos. De... holnap is lesz stream, és akkor a Resident Evil Village-et fogjuk folytatni. Én mára megköszönöm a figyelmet, köszönöm a followokat, subokat, csíreket, donéteket, de legfőképpen az, hogy itt voltatok és néztétek. Tartsatok velem holnap is, ugyanígy 7:30-tól, akkor a Village-et folytatjuk. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok, legyen további szép estétek, sziasztok!